A tatabányai önkormányzat továbbra is minden segítséget megad ahhoz, hogy a megyeszékhelyen jól felszerelt, kiváló orvosokkal működő kórház legyen, mondta el Schmidt Csaba polgármester. Nem csak a városnak, hanem a megye kétharmadának az ellátását, fekvőbeteg ellátását a Szent Borbála Kórház biztosítja. Minden beteg számára, hogy orvoshoz kell fordulni, nagyon fontos az, hogy a lehető legjobb körülmények között a lehető legjobb eszközökkel kapja meg az ellátást. Ez a beruházás abban segíti a Szent Borbála Kórházat, hogy nagyon nagy lépést tegyen abban, hogy egy nyugat-európai infrastruktúrális szintet tudjon biztosítani a gyógyulni vágyó betegek számára, hiszen egy dolog, hogyha valaki valamilyen komoly betegségben szenved, akkor az is elég nagy probléma, de ha a körülményekkel kell küzdenie, messzire kell utaznia egy-egy diagnosztikai vizsgálatért, egy-egy kezelésért, az megint problémát jelent a számára, plusz bosszúságot, ami ebben az időszakban senkinek sem hiányzik. Ez a beruházás abban segíti a kórházat, hogy ez az infrastruktúra jó legyen, minél olcsóbban a lehető legkevesebb pénzből tudja fenntartani az intézményt, aminek köszönhetően többet tud a betegellátás színvonalára visszafordítani, többet tud az orvosok a szakszemélyzetnek a díjazására visszafordítani, hiszen az egyik kulcskérdése az egészségügynek hosszú távon, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy a szükséges ápolói létszámot, szükséges orvos létszámot hosszú távon biztosítani tudjuk. A tájékoztatón és az építkezés bejárásán ott volt Mihály József tatai polgármester is. A tataiak nagy része is itt tud meggyógyulni, hiszen az az új ellátási rend, amiben megyei szintre emelkedett az ellátás, ez azt jelenti, hogy az aktív ellátás az itt történik Tatabányán, és nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy a tatai betegek azok a lehető leggyorsabban és legjobb módon tudjanak meggyógyulni. A másik része pedig az, hogy a Tatán megmaradt és meglévő és fejlesztendő kórház rész további együttműködésben a Tatabányai Kórházzal egy olyan szakmai fejlődésnek lehessen a része, amely a Tatabányai Kórházat érinti, a megyei kórházat érinti. Szeretnénk a saját megmaradt kórházunkat is tovább fejleszteni. Most egy 700 millió forintos beruházásban egy új szakrendelő épül a kórház mellé, és a következő ütemben lépésként pedig a kórház résznek a megújítására kell, hogy sor kerüljön, és én azt remélem, hogy ennek a beruházásnak, ennek a fejlesztésnek a során egy olyan további szakmai együttműködésre is lehetőség nyílik a megyei kórházzal, amely a Tatán rehabilitációban gyógyuló betegek számára is egy biztonságos gyógyulást tesz lehetővé, az ott dolgozóknak pedig egy állandó biztos szakmai fejlődési lehetőséget nyújt.